Jó estét kívánok, kedves barátaim, szeretettel üdvözlök mindenkit! Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra gyertek tanulni, kedves barátaim, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, ismét. Eh, hiányoztatok, eltelt most már egy pár nap, hogy nem találkoztunk. Le Haim, Le Haim, egészségére mindenkinek! Jó estét kívánok, Csabának, szeretet, szeretettel üdvözlök, Csaba! Köszönöm, hogy itt vagy, jó estét kívánok, Blümel Dávid barátomnak, szeretettel üdvözlök, ne, nem otthon vagyok, mint ezt láthatjátok. Ee, Smulik barátomnál vagyok, kedves barátomnál, jó estét kívánok! Elnézést kérek ezért, Hú, oh, így nem fogok jól kinézni, mert alulról mutat a kamera, előnytelen, nem baj, nem törődünk vele. Jó estét kívánok mindenkinek, most csatlakoztak. Kedves Zoltán, Zsuzsa, Csaba, Ráhel, jó estét kívánok Rozáliának, szeretettel üdvözlöm Margitot, és azt a további több mint 60 kedves tanulótársamat, aki csatlakozott hozzám. Különleges nap ez a mai, ugyanis ilyen hónap 14-e van, jó estét kívánok Kósolaci barátomnak, kiemelt tiszteletül üdvözlöm, jó estét kívánok Erzsébetnek, Sándornak, Józsefnek, mindenkinek. Sándor József egymás után dobta fel a nevet, most már csak egy Benedek kellene utána, jó estét kívánok Ászolaci barátomnak, elnézést a csuklom. Smulik e, Smulika Eirekman barátomnál vagyok, és gondoltam, hogy itt a baráti összejövetelt e, sütünk, főzzünk, meg mindenféle jókat eszünk családilag, és gondoltam, hogy a baráti összejövetelt megszakítom. Ez a, erre a kis tanulás, a kis tanulásunk erejéig, hiszen nem szeretem, hogyha kimarad egyetlen nap is, ő Veronikának, Veronikának, Georgenak, Erikának, Frangyelő barátomnak, Attilának, Jégel barátomnak, kiemelt tisztelettel. <kül> Oké, okay. a különleges nap van, minden nap különleges, és, és, ma pont arról fogunk tanulni, hogy miért különleges minden nap. Ma a, ma a zsidó kalendáriumban egy különleges nap van, ami nem egy ünnepnap egyébként, hanem úgy hívják, hogy Pészák Séni, azaz az a második Pészach. Mit jelent az, hogy második Pészach? Pészach az egy hónappal ezelőtt kezdődött, jó estét Lilinek, és szeretettel üdvözlöm Zoltán, Tibort, euh, és mindenki mást, Angélát. Mi az, hogy Pészach Séni, Héberül azt jelenti Pesach Séni, azt jelenti a második Pészach. Mit jelent az, hogy második Pészach? E, itt van a kezemben egy humás, itt van a kezemben egy biblia, azt olvasom Mózes, negyedik könyvének, kilencedik fejezetében a következőt lehet olvasni. Tehát Mózes negyedik könyve, kilencedik fejezet. Vaj dáber semel Mose, vaj bár színáj, be se náhá se nít, le merec mit szráim, lemor. Azt mondta az örökkévaló Mózesnek a színáj sivatagban, a második évben azután, hogy kijöttek Egyiptom országából, az első hónapban. Ve jászúv vne iszraelet, ha peszach be ünnepeljék meg a zsidó nép, ünnepeljék meg Izrael fiai, Pesachot a maga idejében, be árbászár jom, ennek a hónapnak a 14. napján, Bén a délutáni idő órákban, tehát szó akkor hozzák a Pészáhi áldozatot, Ke -ke hol hukotáv, ve hol mispatáv, tehát annak minden törvénye és annak minden rendelete szerint. Ez volt eddig tehát a harmadik vers. mos ha pasach, És azt mondta a Mózes a zsidók, fiaik, zsidók fiainak, Izrael fiainak, hogy ünnepeljék meg, üljék meg a Pesachot. Oké. Okay. Tehát eddig arról van szó tulajdonképpen, hogy Zsidónő kivonult Egyiptomból, és az első évben, azután, hogy kivonultak Egyiptomból, meg kellett ünnepelni a Pesach ünnepét, a kivonulás ünnepét. Hogy egy év telt el, az első alkalom arra, hogy meg lehetett ünnepelni a Pesach ünnepét. A Daberre ebb nézre lászott a Pesach, és azt mondta, a Pesach és Mózes úgy megrendel, elrendelte Izrael fiainak, hogy ünnepeljék meg a Pesachot, hozzák a pesach áldozatot, ugye erről beszéltünk még Pesach alkalmával egy hónap alá ezelőtt. Véhá Pesach a berishon a hodes, bénhár báim, és hozták a zsidók a peszáhi áldozatot a első hónap, tehát Nisan hónap 14. napján, délután, bemit bár szináj, keholás semet mose, pontosan az szerint, ahogy az örökkévaló Mózesnek megparancsolta, Kén Úgy tettek a zsidók, az Izrael fiai. Na, és akkor most jön a lényeg. Vagy ami a pontosabban, ami azt mondtam, hogy ma van a második Peszach, az mit jelent, hogy második Peszach? Most fogunk erről olvasni. Mit, mit, mondott, azt mondja a Tóra? Vaj hi anashim a ser hajut meim la nefes adám, ve ha Peszach, bejom ha és voltak olyan emberek, akik halotti tisztátalanságban szenvedtek, például megfogtak egy halottat, vagy, közel, vagy egy fedél alatt voltak egy halottal, ezért nem tudták hozni a pészáhi áldozatot a maga idejében, tehát Nisztán hónap tizedikén, Vaikrivulifné Mose, és, és, és odajárultak Mózes elébe, Velifné Áron, és Áron elébe, Áron volt Mózesnek a testvére, Bejomhahu azon a napon. Vajomruhána simha egy láv Azt mondták, ezek az emberek Mózesnek és Áronnak. A náchnut <coughs> méim le halotti tisztáltalanságban szenvedünk. Lamani gara le vilti hakrévet korbán hasem, bemoádó betoch Miért is maradjunk ki abból, hogy mi is hozzunk örökkévalónak, az örökkévalónak áldozatot a zsidókkal együtt, az izrael fiaival együtt. Be yomru aleihem mose, és azt mondta nekik Mózes, Imdu ve esmá yitzav cavead hasem lachem, Maradjatok itt, várjatok itt, és hallgassuk meg, mit mond erről majd az örökivaló. Ugyanis nem volt ö, eredetileg, nem volt erre törvény, és Mózes nem tudta, hogy miként döntsön ebben a helyzetben. Nem tudta, hogy egyáltalán mit kéne válaszoljon ezeknek az embereknek, akik nem tudták a Pészáki áldozatot bemutatni uh, Niszán hónap 14-én délután, ahogy, ahogy, mindenki más, mert például halotti tisztátalanságban szenvedtek. És az, követ, uh, tovább olvasom a történetet a Mózes negyedik könyvéből. Vaj Daber semmel Mose Leymor azt mondta az örökkévaló Mózesnek mondván. Daber Ebni Izrael, mond Izrael fiainak Leymor mondván. Is, is, kiye tamé la nefes, bármilyen ember, aki tisztátalan, a halotti tisztátalanság miatt, vagy túl messzi van a szentétől, később aztán Jeruzsálemtől, hogy bemutassa a Pészaki áldozaton, Ole vagy később Vászá Peszáklá hogy bemutassa a Pészáki áldozatot. Haseini a második hónapban, Bárbászár Jom Bénhárbáim a 14. napon délután, Jászó Al macot umarori a akkor mutassa be a pesachi áldozatot, tehát a második hónap 14. napján, ami iár hónap 14 -e, <coughs> akkor mutassa be a peszáhi áldozatot, és ahhoz is egyen maceszt, azaz kovásztalan kenyeret és keserű füvet, nemzedékeiken keresztül, Loi Sharumi Ménu Boker, ne hagyjanak belőle semmit reggelig, v lo a Pontosan ugyanúgy kell hozni ezt a Pesach áldozatot a második Pesachkor, Pesach sénikor, ilyen hónap 11-én, mint ahogy az elsőt hozták. Veha is, a serhut tahor, az az ember pedig, aki tiszta, uve lohaja, aki nem, nincsen messze, ve hadalászott a Peszách, és így sem mutatta be, és, nem, és ha valaki tehát öm, ugye, tisztátalan, vagy messzi van a szentétől, hogy bemutassa a áldozatot, az meg tudja tenni ezt IR 14-én. Ha valaki nem tisztátalan, és meg tudná te ezt tenni ezt Nisan 14-én is, annak rendes idejében, és mégsem teszi meg, ve nichreta nefes mea, mea, írtassék ki az a, az, a, az a, lélek a népéből, ki korban sem lo hikrév, mert nem hozta az örökkévaló áldozatot, be moado, a maga idejében, heto isza isau, a bűnét viselje az az ember. Ezt olvassuk Mózes negyedik könyvében magyarul. Az történt, hogy tehát mindenkinek, Nisan hónap 14-én minden zsidónak Peszachi áldozatot kell hoz, kellett hoznia a szentélyben, később aztán Jeruzsálemben, a vége Jeruzsálemi szentében, aki viszont halotti tisztátalanságban szenvedett, vagy túl messzi volt, hogy eljusson Jeruzsálembe, az bepótolhatta ezt az áldozatot méghozzá Iár hónap 14-én, Iár hónap 14-én, egy hónappal később. Csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy a második Pesach-kor, tehát ezen a pesach sején, ezen nem kellett a Peszáknak összes más törvényeit betartani, itt nem volt már nyolc napos ünnep, itt csak arról volt szó, hogy a Peszáki áldozatot kellett hozni, tehát kellett hozni a Peszáki áldozatot, és macesszel és keserű fűvel kellett tenni, de nem kellett kitakarítani a lakást, meg nem kellett semmi más csinálni. Minden mást, ugyanúgy, aki, aki tisztátalan volt, annak meg kellett tartania minden Peszáki törvényt még viszán hónapban, annak a rendes idejében, csak egyedül a, az áldozatot tudta egy hónappal később hozni. Oké, okay, eddig tehát a Mózesi elő ez a történet, amit muszáj tudnunk ahhoz, hogy hogy a Rebe, hogy megértsük, hogy a Rebe mit akar mondani. Azt mondja a Rebe, azt mondja a Rebe, most az eredeti Héber szöveget olvasom, mert nincs előttem a számítógépem, ahova már a fordítást csináltam. Azt mondja, Janos, a, a Pészák séni lényege az az, hogy nincsen olyan dolog, ami elveszett. Mindig lehetőségünk van arra, hogy megjavítsunk, kiavítsunk valamit, még akkor is, hogyha az ember tisztátalan volt, vagy pedig messzi volt, vagy, és akkor is, hogyha az ember az nem, hogy önhibáján kívül ö, nem tudta hozni az áldozatot, hanem, ö, hanem ön, hanem ö, szándékos, tehát hogy nem csak akkor, hogyha ha valaki önhibáján kívül lett szenvedett halotti tisztátalanságban, hanem akkor is, hogyha saját hibájából szenvedett, tehát direkt volt tisztátalan Pészak előtt. Mit mond a Rebe? Mi a dolognak a lényeg? Azt mondja, Pészak Séninek, ennek az üzenete, ennek a ténynek az üzenete, gondoljatok bele, van tehát egy ünnep, kell kötelező hozni áldozatot, és valaki ö, nem, hoz, nem, tudta hozni ezt az áldozatot, mert például halott, hogy tisztátalanságban szenvedett, akkor később bepótolhatta. Azt mondja Rebe, ennek a dolognak az az üzenete, hogy soha sincs késő semmit bepótolni. Nem mondja az, azt, ne mondja az, az soha, hogy most már én már elvesztem, én, az én bűnöm az már kiavíthatatlan. Mindig mindent ki lehet javítani. Sosincs késő megjavítani. Sosincs késő megjavulni. Sosincs késő rendbehozni magunk, magunkat, rendbehozni a dolgainkat. Sosincs késő rendbejönni saját magunkkal, és, és a családunkkal, és a felebarátainkkal. Az a második Pészáknak, Peszák sénynek az üzenete, hogy sosincs késő semmire, hogy az ember kiavítson valamit. Hogyha el lehetett rontani, akkor ki is lehet javítani. Tamid, sár sárle kell, gám, gámev hogy Hogyha lehetett valamit elrontani, akkor ki is lehet javítani. Ez a Pesach Serinek az üzenet, és kedves barátaim, azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak, ez mindannyiunknak nagyon fontos gondolat. a Tóra tanít bennünket. Ez, az üzenet ennek az egész, ennek az egész különleges napnak. Az üzenet az pedig az, hogy soha se gondolja, hogy ah, én már reménytelen vagyok. Mit akarok én már? Én már öreg vagyok, én már egész életemben nem éltem vallásos életet, én már nem éltem a Tóra törvényei szerint, nem tartottam szombatot. Soha sincs késő elkezdeni. Soha sincs késő megjavítani még akkor sem, hogyha az ember már 50 éve, 60 éve, 70 éve nem úgy él, ahogy a Tóra törvényei mondják, akkor sincsen késő változtatni. Soha sincs késő változtatni, soha sincs késő megjavítani, Ugyanez vonatkozik az ember és Isten kapcsolatára, ugyanúgy, ahogy az előbb mondtam, ugyanúgy, mint ahogy az ember és az ember kapcsolatára. Hogyha van valaki, akivel azt gondolod, hogy olyan elmérgesedett a viszonyod, hogy most már nem lehet, ezt már nem lehet megváltoztatni, ezt már biztosan nem lehet megjavítani, sose gondold ezt, a Tóra üzenete az, hogy sosincs késő változtatni. Erre tanít bennünket az az a tény, hogy az örökkévaló Isten mondta, hogy ha valaki ö, tisztátalan volt pészhkor, akkor egy hónappal később mégis hozhat pészze áldozatot. És a Rebe azt mondja, hogy ennek a, ennek a lényege, ennek a, ennek a törvénynek, ennek a, ennek a, szokásnak, ennek a torai gondolatnak az az, hogy sosincs késő változni, sosincs késő megjavítani, sosincs késő kiavítani, sosincs késő. Nem mondja az ember azt, hogy én most már, én már veszett fejsze vagyok, az én, éle, én, már, én már olyan vagyok, amilyen, én már nem tudok megváltozni. De hogy nem tudsz megváltozni? Csak akarat kérdése. Csak akarat kérdése, és fel tudod forgatni az egész életedet, és fel tudod forgatni az egész világot, és soha soha késő visszatérni a jó Istenhez, soha sincs késő jó útra térni, ne mondja az ember azt, hogy én már el vagyok veszve, én már én számomra már nincsen remény. Mert az örökkévaló Isten szemében mindig van remény. Az örökkévaló sohasem mondja azt, hogy most már túl késő, te már el vagy veszve, téged érted már, kár, te rólad már lemondtunk. Isten soha nem mond le rólunk, semelyikünkről, minden egyes emberre szükség van, mindenkire szüksége van, senkiről nem mond le, úgy, ahogy egy szülő nem mond le a gyerekéről, még akkor sem, hogyha ö, rossz dolgot csinált, még akkor sem, hogyha helytelenül viselkedett. Isten soha nem mond lerólunk, a mi feladatunk az, hogy változzunk, és ez a lényeg, ez a mi feladatunk, ez rajtunk áll. Rajtunk áll, hogy változzunk, rajtunk áll, hogy kiavítsuk, rajtunk áll, hogy visszatérjünk, rajtunk áll, hogy azt mondjuk, hogy örökkévaló Istenem, szeretlek téged, vissza akarok térni hozzád, a törvényeit szerint akarok élni, és és, és ez, ez ezt senki más nem tudja helyettünk megtenni, csak mi magunk. Kedves barátaim, elnézést, hogy majd csak ilyen röviden jelentkeztem be, vendégségben vagyok, megyek vissza, <laughs> megyek vissza a vendégségbe, de ezt a fontos gondolatot ezt mindenképpen szerettem volna megosztani, megosztani veletek. Ahogy mondtam, Pészák Séni, Pészá, a, ez a második Pészák, de a ma, manapság nincsen tulajdonképpen jelentősége, mert nem áll a Jeruzsálemi szentély, ezért nem tudunk hozni emúgy sem áldozatot. Ilyenkor ezen a napon szoktunk egy kis macesz tenni, egy kis, körök, egy kis kovásztalan kenyeret tenni, emlékezve erre a napra. Más különösebb jelentősége nincsen ennek a napnak. Az imában van egy kis változtatás, de ez, hogy mondjam, csak fekete és szoktunk egy kis macesz tenni, ha tehetitek, akkor egyetek ma egy kis macest, emlékül erre a csodálatos napra, és ne felejtsétek ennek a, ennek a a napnak az üzenetét, hogyha sosincs késő változtatni, sosincs késő kiavítani.